Ha szeretnél te is Puskás Ferenc kártyával játszani, akkor irány a Foodpark köcsikke. És használd a Krisztián kuponkódot további kedvezményekért. Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban ismételten elérkeztünk egy pack openinghez, ugyanis a Squad Battles rewardok megérkeztek, ugye jelenleg 12-e hétfő van, aki esetlegesen nem tudná, vasárnap, illetve a mai napon is azért nincsen élőadás, mert cefettül fáj a torkom, ez azt jelenti, hogy konkrétan 15 másodpercenként köhögök, úgyhogy a vágó úrnak biztos, hogy lesz dolga ebben a videóban. Viszont ki szeretném nyitni ezeket a rewardokat, illetve van még ezen kívül 17 darab csomag elrakva a sztorba, ezeket mindjárt el is fogom nektek mondani, hogy honnan jöttek össze. Következő videóban fogjátok látni, hogy milyen csapatot sikerül összerakni, viszont mindenféleképpen szerettem volna még ezeket a csomagokat lenyitni pluszba, hogy tudjam, hogy egészen pontosan mennyi coin van. 2 darab játékos már megvettem egyébként a squadba, azt tudnotok kell, hogy közel 8 millió zseton jött össze a pack opening streamekből, amit nagyon-nagyon szépen köszönök itt is mindenkinek, hogy ennyien támogattátok ezt a dolgot, illetve hogy ennyien ott voltatok, mert végig szinte 2600 és 3300 ember nézte az élő adásokat, ez tényleg iszonyatosan nagy szám, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Na viszont most akkor váltsuk be gyorsba a Squad Battles rewardot, ugye ott tartottunk, ha minden igaz. A lényeg a lényegben, hogy Elite 1-et sikerült elérnie, és azért játszik ő az akkuntban, mert közösen játszunk idén. Na de nézzük is akkor, ha minden igaz, 2 darab rare megapack és 30 ezer zseton üti a markunkat ezáltal. Nagyon szépen köszi tényleg Csabikám, hogy lejátszod ezeket a Squad Battles mérkőzéseket, mert hát idén nagyon-nagyon sok coint össze fogunk ebből szedni. Na viszont, 19 darab csomagunk van összesen, ebben van 5K-s csomag, 7,5K-s csomag, 15K-s csomag, 25K-s csomag, 50K-s csomag, 100.000-es csomag, 35K-s csomag, 2 darab, 55K-s csomag és 2 darab pre-order pack. Én azt mondom, hogy sorba fogunk menni, úgyhogy az 5K-sokkal fogunk először kezdeni. Az első csomag nem tartalmaz walkoutot, Foket nevezetű 77-es belga játékos, hát az nem sok mindent ér, meg egy holding. És akkor a következő pack, még mindig egy gold packünk van. Nézzük, tehát nem walkout, természetesen azért 5K-s pakkból elég erős lenne. Shelvit sikerül kinyitnunk. Hát ez nem mondható valami nagy játékosnak. 1000 coin viszont az nagyon jól jön. Osasuna Stadium Teamet azt eldiscardoljuk szépen. És megyünk is tovább a 7,5K-s csomagokra. Következő pakk, ez lehet egy rare játékos lesz, így is van. Cam pozícióban Pedri New 75-ös összértékeléssel, hát akár a lehúgyozott sóskifli annyit ér szerintem a marketen, de semmi probléma nincs, megyünk is tovább. Ez sem walkout sajnos. Envila. Bazd meg. Hát ez nagyon erős lesz megint sajnos. 15K-s pak, na innentől már jönnek a jobb pakkok, remélhetőleg ez majd a kártyák értékein is látszódni fog. Következő csomagban lehet, hogy ez bordos, nem? De bizony, belga, CB, szerintem az Alderweireld lesz, vagy Company, már nincs a játékban, ezt mondtátok. Fertongen, amúgy rágondoltam, nem Alderweireldre, de tök mindegy, nagyon-nagyon szépen köszi mindenkinek, aki esetlegesen már most kisegített ott a videó előtt, ülve a kis monitor esetleges mobil készülék előtt, hogy kisfiam, ez nem lehet Alderweireld. Na nézzük a következő 15K-s pakkot. Nem walkout. És nem is bordos. Sima ritka aranyjátékos Malkui személyében. Walkout! Walkout bizony! Nem sima. Német. CM Kroos. Hát nem a legjobb, nem a legjobb, de még egészen azt mondom, hogy használható. Mármint kirakni a marketre. Kirakjuk a marketre természetesen a jó kis Coca-Cola-s mezünkben, ugye ebből 10 darabot kiosztottam nektek élőadás keretein belül, ezért is érdemes követni a Twitch oldalamat, egy kis promóció, a leírás első sorában megtalálod.
Lássuk akkor, 2 darab, 50k-s, 2, 25k-s, 2, 35k-s, nézzük a pre-orderes pack-eket, én azt mondom először, az 25k-s csomag. Nem Walkout sajnos, de board még lehet, board sem lesz. Hernández. Az öreg Javier Hernández. Nézzük meg a következő pakkot, ami szerintem megint a Rare Gold pack lesz. Hát, ha a pre-orderből valami kiszottyan, bár én nem gondolnám ezt annyira jó csomagnak. 2 darab pakkból egyik sem Walkout, nem is bordos egyik sem. Fasza. Laimer viszont az jó, az egy pár ezerbe elmehet, mert nagyon-nagyon gyors középpályásról beszélünk. Bundesliga. Hát egy 4000 coin biztos, hogy érni fog a marketen. Kordobát beküldjük, azt a ruszki mezt még megnézzük. A mezeket mindenkinek tudom ajánlani, nézzétek át, mert a PSG mez, Real Madrid mez, meg ilyen mezek, azok nagyon-nagyon extra értékben mennek. Megint csak egy Rare Gold játékos, Ruben Pena, de akár Pinának is lehet ejteni a kommentátorok szerint. Mikor a kommentátori OK-eset végeztem, akkor mondták nekem, hogy akár Pinának is lehet ezt az úriembert ejteni, nem haragszik meg érte. Nézzük a 2 darab Rare Mega Packet, az a 2 darab SB-s csomag. Hát, ha rejt valamit, egy Elite 1-es Squad Battles Reward, nem Walkout az első pack. De ez, ha jól látom, bordos, bizony. Bizony, angol ST, egy inform lap, nem is mondható rossznak, Watkins személyében, ő pár ezer coint ér, már mint ilyen tizen pár ezer coint, akarom mondani, úgyhogy ez még egészen jó. Aspi is ott van, nagyszerű, az is egy ilyen 6000 coin, Morata fogalmam nincs, nem is láttam még idén. Oké, hát ez nem mondható rossznak, Hunter Chemistry, az meg aztán főleg nem. Southampton, illetve 3 darab játékos. Ez annyira nem volt rossz. Most viszont egy kis vágás lesz, mert szerintem csöngettek. Hát, fals információk voltak, mert nem csöngetett senki. Nézzük a következő pakkot, Rare Mega Pack, ez is SB-s csomag. Utána lesz még, ha minden igaz, 2 darab 50k-s pakkunk és egy 100k-s pakkunk. Nem sikerül megint csak Walkoutot nyitni, de bordos spanyol LV. Who the fuck is this? Munyain. Bánja a zacskóm, hogy kell ejteni a nevét. 2 darab 50k-s pakról beszélgetünk. Illene valamit dobni az ijének, nem Walkout. Őrületes, hogy 50k-s pakok, nézd meg! Rosszabbat ad, mint az ócska 35k-s meg 30k-s pak. Nézzük a következő csomagot. Rare Players Pack. Ismételten 50k-s. Nem Walkout. Azt eszem faszom megállam úgy, de legalább bordos. Argentin, CB, Atalanta, ez ki az acskom? 81-es Palomino inform lapja. Hát nem baj, legalább egy 10.000 coint beszottyantottunk, és még lehet mögötte valami. Kepa, hát az összes többi megint tófaszocska. Abraham az jó, az megy egy 3.000 coinba legalább, mert mindig kell SBC-be. Nem a legütősebb pakkok ezek, de talán a 100k-s csomag beadhatja. Lássuk akkor, 100.000 zsetonos csomag eladható változata. Walkout, let's fucking go, valami nagyot. Angol, RM Sancho, 87-es Sancho, egészen jó nyitás. Nem mondom, hogy annyira nagyon-nagyon extra, de nem rossz. És 87 mögött még talán ott ficcenhet valami. Meglátjuk. Hát, nagyobb is jöhetett volna. Nézzük, mik vannak még ebben a csomagban. Godin, Bernat, Carrasco. Hát, nézzük meg a Sancho mennyit ér. 30.000 coin. Godin. 6.000 coin. Bernat. 2.000 coin, az összes többi meg szerintem nagyjából így semmi, hát még Carrasco talán. Hát nem volt valami nagy szerencsénk ebben a pack openingben.
Ezt ki kell jelenteni. A Sancho mondjuk nem mondható rossznak meg a Godin. Na, viszont srácok, ennyi lett volna most ez a pack opening. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte. Hogyha tetszett, akkor jelezz egy lájkkal, illetve ha nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek. Ciao, ciao, szevasztok!